hogy ilyen létezik? Megölnek. Csak hogy lássátok a kontrasztbeli különbségeket. Jóságos ég, gyerekek, ilyen van, de Patrik, ezt miért kell meg? Aki esetleg nem látta az Instagram sztorimat, úgyhogy a Patrik ki letesztelte magát a szoláriumokba. Soha az életben többet. Jó volt, tesó, áll neked egyébként. Mutasd, hogy volt. Ilyen létezik? Na tesó, van valami sejtésed, hogy hova jöttünk? Ti csak látod a tegnapi Insta sztorimat. Anyád! Srácok, a Patrik nem tudja, hogy hova jöttünk. Úgy voltam vele, egy picit meglepem, és tegnap, aki követ az Instagramon, az valószínűleg látta, hogy kiraktam egy sztorit, de a Patriknak nem mondtam, hogy... Akkor az azért volt. Ja, az azért volt. A kurva. Csak eddig húztam, szóval már együtt lógunk 40 perc, és még mindig nem mondtam el neki, és direkt úgy parkoltam le, hogy ne tudja, hogy hol vagyunk. De aki látta az Instagramon, az igen. Itt jövök ki én is mindjárt. Ja, most már tudod, hogy azért voltam tegnap, mert lefoglalóztam a... Lefoglalóztam tegnap azt a motort. Anyád. És ma elhozhatjuk. Tényleg? Ja, úgyhogy most azért jöttek a bátyák. Egy ilyen kis Honda motorról beszélünk, nincs rajta vált, ez ilyen félautomata, nem? Félautomata, ja, 110-es. Félautomata. Ugrabugrálós. Azért... Most már sokan biztos írjátok, hogy miért nem vesztek nagy motort, meg ilyenek. Azért, hogy nem akarunk amúgy motorozni. Ez arra jó, berakjuk a kocsiba, visszük magunkkal, kicsit menni. Rövid gatya, vesz, nem kell bakoncsot menni így a pályán. Meg amúgy én meg szeretnék egyébként tanulni valamennyire egykerekezni, de most egy nagy motorra ráülök, húzott neki kettő kövéret, úgyfajta, hogy ez vág, fel se tudok kelni. Így van. Ezzel meg tudod, kicsit lerakod a lábad, döntögeted minden, nem? Mm. Úgyhogy... Ez az elmélet, ez a terv. Egyébként ezt a papírt kaptam tegnap a foglalóról, ezzel tudom beváltani ma a motort, és tegnap biciklivel, mert amúgy biciklizni voltam, csak beugrattam megnézni, hogy van-e ilyen motor, mert már régóta szerettünk volna egyébként, csak nem lehet kapni, nagyon ritka, mert mindig egyből megveszik, és tegnap bementem, volt még három darab, és abban már kettő el volt adva, ez az egy volt, és mondta a srác, hogy akkor hagytam neki a foglalót, és mondta, hogy odaadja ezt a papírt. Mondta, hogy nem lehet, hogy itt hagyom ezt a papírt, és majd holnap jövök a motorért, mert biciklivel vagyok. Nem akartam összehajtani. Beraktam ide a kenguru zsebbe, és már majdnem hazaértem, és akkor vettem észre, hogy elhagytam a papírt. Tényleg. És a Baross út közepén elhagytam a papírt, visszatekertem, és ott volt így ledobva. Jó ég. Úgyhogy ez egy elég hosszú sztori, de már amúgy izgatott vagyok, hogy milyen lehet. Úgyhogy mi szokott most következni? Let's go! Sell this shit crazy. Egyszer, hogyha Krampotorozó életet szeretnék egy ilyet, ez hallom, mennyire komoly. Nagyon, de ez megölne. Ez úgy folyt, hogy vágna nem tudnék felkelni, szerintem. Ilyenek, hogy ilyen szép. Nekem ezek nem tetszik. Ezek ilyen benik. Még azt tetszik, az a KX, az még nagyon extra. Figyelj, Bücsi, ilyen képet ölnek el, anyának, hát ez nehéz. Egyszer lesz egy gyerekem. De ilyen kell. Ilyen, hát már az elején ráültetem. Tudjátok, tipik az a gyerek, aki már a suli előtt is motorozott. A másik tippbájtott a Patrik szerintem órákig volt olyan, emlékszel, amikor megszívta magát, és órákig rúgdostad lent a mezőn. Ja. Fú, ez borzasztó. Nem tudtam hozzávenni. Ja. 52 cent is, ebből a kisebbik, az még berúgós, de az azért, hogy a kisgyerek ne tudja elindítani, ja, hanem csak a szülő. Ezt így a te fiam, ti gyerekeit ezt tudnám elkezdeni, felugnál már, biztos, hogy gyerek már berúgnál 7 éves. Ha megkapnál a gyerek a motort 7. szülinapja, azt már rágnál rajta a sebbát.
Patrik el akarta kérni a Honda szőnyeget, most már csapattagnak érzi magát. Patrikék otthoni lábtörlője. Jó. És akkor csak fel, ugye? És ennyi felhúzom. Egyébként kurva jó hangja van szerintem. Ki kell venni a folytást. Ja. Miért van benne még folytás? Még a sipocik. Majd, hogy az csak valaki fogja? Valaki fogja a hangja. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. Rácok, egyébként nagyon sokan már, amikor kiraktam ezt az Insta story-t, akkor írtátok, hogy hol van ez a motor, hol tudtam megnézni. Itt a Real Motorsnál, Győrben, nem is tudom milyen utca, de igazán van, mindenki tudja, itt a Győr, itt a Mart. Hold utca 14. Itt a srácok mindenben tudnak nektek segíteni, úgyhogy hogyha bármilyen... Jó? Szóval, ha bármilyen motort szeretnétek, ilyen kis pitbike-ot, akármi, itt tudnak nektek segíteni a srácok. Várnak szeretettel mindenkit, de szerintem nekünk le kell lépnünk, mert a Patrik már nem bírja. Jó, bocsánat. Köszönjük szépen. Ilyen van. Nagyon komoly. És ilyenkor nem kell leváltod, mert nem megy el. Nagyon komoly. Az kicsit fura, hogy ilyen nagyon alacsonyan igen, ülsz. De nagyon jó. De amúgy nem? Az, hogy te nem kell semmit igen. Csinálni, amúgy szerintem két személyen is tudnánk rajta menni. Ja, most fájnak. Rákocska. Le van ugye ízgul a gyerek. Most az... hármasban voltál? Ja, elváltottam Maxi. De igazából fasz mondja, mivel indulsz el szerintem. Bármiből elindul. Ja. Hármas volt ez. Aha. Én betapadt a lábam a fék, mert jó, ezt előrébb kéne dönteni. Hát mondjuk meg kéne csinálni azt. Nem, hogy aha. Az a baj, túl hátul van a kormány is. Betapad ide. Ez... Hol van tesó? Nem volt nehéz? Nem. Aztán felviszem a lakásba. Tényleg? Ha. Stabil. Let's go! Nagyon sokan azt gondoltátok, hogy ez az új Honda kis motor lesz az új I am the winner játékba. El kell, hogy keserítsek mindenkit, aki azt akarta, hogy ez legyen. Nem ez lesz. Szóval ennél egy... sokkal nagyobb volumenű dolog lesz, nem Patrik? Olyan. Patrik egyébként tudja, sőt a Lölő is tudja még már. Jó, tudjuk. Úgyhogy gyerekek, szörnyen izgatott vagyok, mindenképp maradjatok itt az Instagramon, a YouTube-on, mert nem sokára minden infóval jövök, minden dátummal, minden termékkel. Meg annyi, hogy most majd biztos jönnek azok a kommentek, hogy miért nem nagy motort veszünk, stb. Nekünk ez kell. Azért nem, mert most, hogyha tegyük fel, vettünk volna, vagy én, vagy a Patrik egy nagy motort, be se fért volna ebbe az autóba, akkor még a másik két embernek nem lenne motorja, kéne hozzá védőfelszerelés, nyilván ez is kell védőfelszerelés, de nem annyi, mint egy nagy motorhoz. Illetve nem tudunk így kamerázni vele, szóval nekünk nem arra kell, hogy motorosok legyünk, motokrosszosok legyünk, hanem arra csak, hogy szórakozzunk, arra viszont ez tökéletes. Egyébként nagyon jó. Nyilván egy kerekezni ebbe a videóban nem fogunk vele megtanulni, mert azért az nem 5 perc, de azért tesztelgetjük. Nem tudom, baszeg, külföldi bicósok úgy nyomják ilyen motorokkal, mint BMX-et, ezt valószínűleg azért meg kell fogni, vagy nem tudom. Mindegy, nem ebbe a videóba fogom átugratni azt az ugratót, de egy videóba átfogom. Csinálnánk ilyen. Ja. Jó, kövi videóban megcsináljuk azt az ívet ilyen motocrossosra, és azt felfogjuk. De miért? Próbáld már meg! Baszeg, akkora próbáld kérdés már meg! Olyat üt az év, mint paplaci, hogy menjek jó vele? A teó. Ja, beakad az eleje, átesek, ezt nekem vágnom kell a húst a kebabosba, gyerekek. Kötelesség, tudod, amúgy nagyon jó. Kind of money that the bank can't hold. Got it on the street. 73 Caprice, old school. When I roll, breeze pass with the heat. Megvan! Gyerekek, ezt hallgassátok! Ezt figyeld! Láttuk a Sázárnak a motort, hogy próbálja ki. Nem hozta be a cipzárt a telefonján, és az erdőben nagy körön elhagyta.
40 percig keresni, direkt nem akartam bemondani videóval, nem, és hogy 30 lett. Ember ki olyan keresni, és most megtalálta 40 percig keresni. Látod, én bemutom ezt. Én elhagytam bele. At them, I'm wearing gold. I'm internationally known as the kid with the flow that brings enough dough. It's never enough dough. I need more. Need out the stove. Baby blue was old, fresh off the floor. By the dash box, case they won't war. Make the bring the green in the low. I'm oh so raw. I'm out, I'm sure. I'm like the coolest around the globe, boy. I set the club on fire. I told ya, I'm the general. Salute me, soldier. I'm laughing straight to the bank with this. I'm laughing straight to the bank with this. I'm laughing straight to the bank with this. Elérkeztünk a legújabb videón végéhez. Kiváltam egy körre. Most kötöttem be, vicceltem. Egyébként őszintén megmondom, hogy ezzel sokkal könnyebb szerintem mindent csinálni, úgyhogy most egy kicsit elhisszük, hogy motocrossosok vagyunk. Jó, amúgy tényleg egyszerűbb sokkal, mint a másik motorral egyébként, nem? Ja, azt hittem le, hogy az ugratásokat. Jó, nyilván lesznek még, most tervezünk sok ilyen videót, nem most tényleg egy kicsit magunkénak akarjuk tenni. Aki esetleg azt hiszi, hogy ez lesz a nyereményjátékban, az szörnyen téved, mert nem ez lesz. Még egy pár hetet várjátok, és minden infót el fog nektek mondani. Itt az Instagramon kövessetek be, hogyha nem szeretnétek róla lemaradni. Viszont, ja, még csak fél három, viszont nekem el kell mennem dolgozni. Megy a bátyja, tudjátok, húst vágni a kilomosba. Úgyhogy, mit szoktam ilyenkor mondani? Találkozunk a következő videóban. Itt van a span, itt van a span. Teszi a videót ki, és mindenki nézi, 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 nézi.